2017-ben vásárolta meg az önkormányzat a mai tájház épületét, amelyet az elmúlt évben újítottak fel és rendeztek be. Most a nagy közönség számára is megnyitotta ajtaját a múlt tárgyi emlékeit őrző ház. 2019-ben, mikor polgármester lettem, akkor szerettünk volna megvalósítani, hogy ez egy tájházként is működjön, és tavaly évben el is kezdtük ennek a felújítását közmunkaprogramban, és saját forrásból meg is lett a tájházunk. Két szobát sikerült így berendeznünk. Az első szobában vannak a nemzetiségi ruhák kiállítva. Ugye itt több nemzetiség is van Kocsolán, cigány, német és magyar ruhákat állítottunk ki. Az első szoba az viszont egy tiszta szoba, ahol ugye régen a fiatalok szoktak lakni, és ezt mondták tiszta szobának. És mellette még van egy kis konyhánk, amit a szintén régi eszközökkel rendeztünk be. Az átadó ünnepségen Balaskó János vezetésével a Dombovári Zenész Egyesület gondoskodott a jó hangulatról. A rendezvényen részt vett Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke, aki a megyében működő kis települések fontosságáról beszélt. Tolna megye 109 településből áll, és én azt szoktam mondani, hogy a megye a települések nélkül egy elvont fogalom. Igazából csak úgy tudunk helyesen megyéről beszélni, vagy egyáltalán gondolkodni, hogy az egyes településeknek az egysége. Ezért is alkottuk meg a Tolna 109 koncepciót, aminek az a lényege, hogy minden egyes településre oda kell figyeljünk. Minden településnek sajátságos életformája van, sajátos története van, de azt látjuk, hogy minden egyes település élni is akar, és jövőt szeretne magának biztosítani. És a megyei önkormányzatnak az a feladata, hogy ezt az egész folyamatot végigkísérje, átlássa, és tőletelhetően minden egyes települést segítsen ebben a folyamatban, hogy tervezzenek, bátran tervezzenek, és építkezzenek a jövő számára. Lajos Anikó polgármester szerint az épület egyaránt helyet ad a múltnak és a jelennek. A Levendula ház is itt működik, úgy gondoltuk, hogy a múlt és a jelen nagyon jól megférít egymás mellett, tehát a múlt régi tárgyai és a jelennek a dolgai lesznek, vannak kiállítva. Úgy gondolom, hogy méltó emléket állítottunk az itt élő idősebb nemzetéknek, megpróbáljuk ezeket a hagyományokat és a régi tárgyakat megőrizni, és egy méltó helyet adtunk ennek a tárgyaknak. A megnyitó után falunapi programokkal, másnap pedig az Anna napi búcsúval folytatódott a rendezvény.